merőben megváltozott az életed, amikor pesti színész lettél? Visszajöttél? Hát addig is pesti színész. Igen. Hát már mikor Kecskeméten voltam, már itt játszottam a Bekettet Pesten. Igen. Vendégként, Darvassal, hát nagyon híres előadás volt. Meg akkor már mindjárt elkezdtem filmezni, amikor átmentem Kecskemétre. Tehát tulajdonképpen egy év maradt ki az életemből, amikor nem filmeztem. 348 film áll mögöttem, ebbe tévéfilmek, meg a sorozatfilmeket is különnek számoltam. Látod, ennyi... hogy mit csináltál velem az elején? Azt mondtad az elején, hogy ne ezért, hogy látom, fölkészültél, és itt van, már letettem a papírt. Reméltem. Tehát remélted, ugye, hogy letettem a papírt, de most visszavágok. Tessék szépen elkezdeni sorolni a filmeket? Innentől a hárna, ugye, hogy nem tudod? Nem, de, jó, de azért van egy katalógusom, és azért ott áll a tévé, meg a filmgyár nagyon rendes volt, archívba elküldte nekem külön kazettákon a filmjeimet, elő tudom venni bármelyiket, és ez egy kurva jó érzés, hogy minden héten, múlt héten ment a Tilos a szerelem, most ezen a héten az Alvilág professzora, jövő héten a Dunai, minden héten vetítenek valamit. Tehát én semmi más nem akartam elérni, csak hogy nyomot hagyjak, és tudom, nézd, ezeket a filmjeimet még 50 év múlva is, és benne leszek a lexikonban, nem nagy képűségből, nem azért, mert miattam, Fábri miatt, meg Várkonyi miatt, meg Zsuzsi, tehát ezek valami, nem azért, mert showműsort vezettem a televízióba, vagy benne voltam a heti hetes, vagy nem tudom, hanem nagy formátumú hősöket játszottam. Gábor, te filmszínésznek tartod magad? Nincs ilyen, mielőtt még befejeznéd ezt a buta kérdést. Köszönöm szépen. Drágám, ennyivel tartozom neked. Ilyen nincs. Színész. Van egy darab most a Döglöttaknákban, amit rendeztem, és jön hozzám a fiam be a kórházba, és azt mondja, apa, megnősültem, és mondom, meg ki a feleséged? Azt mondja, Zsóka, színésznő. Tragika? Nem. Komika? Nem. Színésznő? Olyan nincs, fiam. Vagy tragika, vagy. Tehát, hogy mondjam, egy színész, annak az számít, hogy mit játszol. Annak semmi más nem fontos, csak hogy akkor azzá válj arra a fél órára, vagy arra a 7-től 10-ig, amit játszol. Máshogy ébredünk föl, már kicsit mindig azok vagyunk. Mit szerettél játszani? Tudom, ez is majd azt fogod mondani, hogy milyen hülyeket kérdezed. Engem nagyon érdekel az, hogy reggel, amikor fölkelsz, és akkor azt mondod, hogy na ma, Jágó, aztán a másik oldalon... Ne, a Kakukkfészek például, azt imádtam. Ezt akartam kérdezni. McMurphy 10 évig játszottuk, ugye, és Várkonyi meghalt, Marton Laci levette, nem ő rendezte, és... azt nagyon szerettük játszani a bújt. Meg is rendeztem én Kassán, azt nagyon-nagyon szerettem, meg még egyszer meg szeretném rendezni majd. Az egy csodálatos. Ezeket a tiszta szívű igaz vagányokat, ebbe volt tragika is, humor is, például a Lilium is ilyen volt. Szegény kislányom azt mondta, drágám, mind a kettőben, amit említettem, mind a kettőben meghal végén. Apa, te minden szereped végén meghalsz. Mondom, igen, nekem, tudod, kislányom, ez a sors jutott a magyar színművészetbe, vagy a színművészetből, mondom. Te tudod, hány színész van, aki hogy szeretne csak egyszer is meghalni? Mondtad azt, hogy a siker után is, meg a bukás, vagy a nem túl nagy siker után is, hát nehezen alszol, vagy nehezen igen, viseled. Igen, igen, nehezen dolgozza fel az ember mind a kettőt. Hova menekültél ilyenkor? Mi volt az, ami az ágyba, ahol nők voltak, oda menekültem. Ilyenkor el kell felejteni. Mind a kettőt is túl kell lenni, és aztán el kell végezni a dolgod, és akkor aludni. Azt a 2-3 azt órát. A 2-3 de azt kell órát. Aludni. Nem lehet kínlódni reggelig. Lassan ezt a játékot, magamutogató színészetet kitárgyaltuk. Hát tudjuk, Kossuth díjat is kaptál, Jászos díjat, mindent kaptál. Ez engem most ebben a pillanatban, hidd el,
Nem érdekel, de gratulálok, és örülök, hogy ezt az én barátomnak tekinthetlek, remélem, hogy fordítva is majdnem így van. Ugyanígy van. Ezért vagyok itt, mert különben nem érdekel az egész. Beszélgessünk inkább arról a Koncz Gáborról, akit nem látnak a filmen és a színpadon. Arról, aki lovagol, vízisíjel, sportol, gyereket nevel, füvet nyír, meg mit tudom én, mit csinál. Ez mennyire ez a Koncz Gábor, az a Koncz Gábor, aki reflektorfényben van, illetve otthon mindent csinál? Ne. Én soha nem figyeltem arra, hogy mikor van. Az egy nagyon jó jelleső érzés, hogy mindenütt ismernek, prűvészor ezt, meg kinyílik az ajtó, meg zöld utad van. De ebbe benne van nekem, most mondta az egyik szobrásztársam, szobrászbarátom, hogy mondom, ide figyelj, saját magas lesemen nem voltam, de így állnak, hál' Istennek, országosan a meghívások, a vadász meghívások, meg akárhova megyek, jól esik, most majd elmondok kettőt, jól esik akárhova megyek, hogy nagy szeretettel fogadnak, azt mondja, mert ebbe benne van a 75 éved, és te addig vetettél, és most aradsz. És ez valahol tényleg így van. De vannak ebbe olyan dolgok, hogy múlt héten meghívott a Bok Jóska, mert csinált Kiskunfélegyházán egy ilyen bornapokat, az 50 borát bemutatta. Lementem, ugye nem hiányzott nekem, de a 70 éves szület, mikor Siklóson a Tenkes kapitányt játszottuk, azt mondták, hogy menjek át Villányba, mert a Bok Jóska akar velem valamit be. Átmegyek a Bok Birodalomba, mindenhat, tök sötét, mondom, üvöltök, mondom, Jóska, minek hívtálak? Bemegyek az éttermébe, egyszer csak fölgyullad a villany, 50 ember, és olyan vacsorát csinált mindnyájunknak az én tiszteletem, a 70 éves születésnapomra, meg a legjobb borait felbontotta, hogy örökké barátomnak fogadtam, és olyanni, hát ezt viszonozni kell, vannak íratlan törvények, ugye? Természetesen most lementem, mert ha azt írja ki, hogy Bok Jóska borairól beszél, eljön 30 ember, de azt kírja, hogy Koncz Gábor is, meg kell, hogy mondjam, ez így akkor tele van. De ezekkel tartozol, és vannak barátok, nem olyan sok. Mert amíg jó paszba vagy, addig az egész mindenki barát, meg tudom én, hogy vannak az emberek. De ha már arról lenne szó, hogy az ember nem olyan jó pozícióban van vagy paszba, akkor ezek úgy esnek. Mentem egyszer Irakba, meg Iránba. Nagyon veszélyes volt, éjjel repültünk át, hogy lenelőjék a gépet a Fábri filmmel a magyarokkal. És mondom, hát adok valakinek egy szóbeli végrendeletet, hát annyi barátom vannak, mentem Eger felé. És estek ki a rostán. Uh-huh. Az 1000 barát esett, maradt 4, mind a 4 vidéki ember, akire az életemet rábíztam volna, megmondtam nekik, hogy melyik lányomat, hogyan. Tehát nem is akartam, azt se akarom, hogy a 10 millióból 10 millió szeressen, ne szeressen engem, 9,5 millió szeressen, legyen ellenségem. Milyen ember már, akit mindenki szeret? Moriel azt mondta, hogy mindenki barátja, nem barátom nekem. Ugye? És de az a 9,5 millió, az szeressen. Ha éjjel megyek akárhova, akkor is. Nekem az a barát, amikor elakadok, és fölhívom éjjel 2-kor, ne azt mondja, hogy jaj, Gabikám, 2, az legyen az első kérdése, hányas kilométerkőnél vagy? Tudod? Volt nekem is ilyen barátom, sőt van. Én egyszer Győrben akadtam el még a régi úton, a benzinkútnál, és akkor még nem volt mobiltelefon, hanem csak ilyen bedobós, akár micsoda, lehetett olyan éjjel 2-3, nem tudom mennyi, másfél óra múlva ott volt az ember. Tehát valóban van ilyen. Van ilyen. Valóban van ilyen, hála Istennek. És ezekre lehet támaszkodni, mint a cölöpökre. Gábor, ha azt mondom, hogy Göd,
Hát az Koncz Gábor, az nem? Az életem, igen. Egész életemet Göd-Dunakeszin éltünk a családdal, mindig voltak ott házaim. Most is van egy gyönyörű házam, amit magam terveztem, nagyon büszke vagyok rá. Egyedül élek, mint egy király, 10 év óta. A lányom ugye elment, ott volt a gyönyörű szobája, úgy van hagyva, mint egy múzeum. Még az internet, én ugyan utálom, de nem tudok bekapcsolni se, de fizetem azért, legyen ott a számítógébe, mert itt van neki, ahol most él a férjével. És annyira jó boldog, tegnap fölhívott a nagyobbik lányom, és hál' Istennek az is terhes, a kicsinek van egy egyéves kis gyönyörű lány. Nagypapa! Mindegyik lány, igen, persze. Tessék mondani, és te milyen nagypapa vagy milyen nagypapa leszel? Kényeztetős? Én úgy viselkedek a gyerekekkel, és nem tudom, nem gügyögök, minthogyha egyenlő partner volna ezzel az egyéves kislánnyal is. Meg most a nagyobbik is, ugye, egy hónap múlva meg lesz annak is a kislánya, az is lány, miért csak lányok lesznek, nem is baj, imádom őket minden. És tudod, milyen jó érzés, hogy tegnap fölhívott a nagylányom, aki zseniálisan vízisízik, meg edző volt, meg nemzetközi vízisi bíró. Képzeld, kijöttek, azt mondja, arra a tóra van egy vízisi tó, ahova kijárnak, ugye motorcsónak után síelni. Kijöttek Regináék, 2 éve nem síelt a kisebbik lányom, mert ugye szült, meg minden, tehát nem. És most azt mondja, hagyj menjem, ráállt a monóra vízből, csodálatosan kijött, azt mondja, és olyan gyönyörű tartással, ahogy én tanítottam, de ezek a lányok 5 éves korukban már sieltek, lementem Gyulára játszani a Sütő Andis darabot, és ott laktam a Kőrös partján egy panzióban, nem mentem be a szállóba, és lejött a kislányom, az 5 éves kislányomat levittem, telementővesztem, minden, most mondom, síelünk, kislányom. Elindultam, és átmentem ott, ahol a strand van, mindenki rohant le, hogy oda néz, milyen pici gyerek, és síel, 5 éves volt, gondolj le. És ne, rohadt hiú vagyok, nem bírtam ki, és kiüvöltöttem, hogy azt nézd meg, ki az apja. Érted? Na, biztos vagyok benne, hogyha ezek 5 éves korukban, hát a nagy meg 7 éves volt, amikor a fejünk tetején állt a bazalagabi barátommal, mert augusztus 20-án megkértek bennünket, ugye van a vízünnepé, hogy akkor még nem vízisízett más menne, hogy jöjjünk el, és a gyerek itt állt a fejünk fölött, így fogta az izét. Én mi voltunk az untermanok, tudod, és olyan büszke voltam rá. Biztos vagyok benne, hogy az ő gyerekeik, ezek a kislányok, ha ők 5 éves korukba sieltek, ezek már 3-ba fognak. És a nagypapától fognak megtanulni, hát valószínűleg. Ezek nagyon nehéz sportok, gyönyörű sportok. Játék. Játék, a játék a pingpong. Pingpong mellett nem mehetünk el, pláne úgy, hogy velem beszélgetsz. Gabikám, amit élvezel, az mind játék. Nem tartozik ide a kocogás, elég akkor futni a zavarnak. Ugye, nem. Nekem van egy kollégám, aki azt mondja, hogy futás zavarnak, de hogy futok el? Visszafordulok, és lelövöm. Van ilyen is. Akkor sem megyünk el a pingpong mellett. Nem fogok elmenni, mert tudom, hogy mindig igazolt is játékos vagy, sőt, azt is tudom, hogy a színészek... NB2-ben én, a művész annak idején majdnem bejutott az NB1-be. Így van. Bizony. Akkor nagyon büszkén mondom azt, hogy egy kicsit mentorod voltam a színész bizonyos világversenyen, ottan játszottatok, amit igen, a Nemcsák Karcsiék rendeztek. Mindig én nyertem. Hát azt mindig. Még szép, hát jó. Fejedre is koppintottam volna, hogyha nem penyelsz. A lányom negyedik volt az országos ranglistán, amikor 16 éves korában abba hagyta, sajnos az anyja hatására tudta, hogy tört szúr belém. De hát... De még ma is pingpongozol, sőt, tudom azt, hogy ugye most ez a felvételről megy ez a beszélgetés, és tegnap nagy pingpongparti volt nálatok. Gyönyörű pingpongtermet. Mindig is volt, Gödön is volt, ami csak pingpongterem, tudod? Legszuperebb asztallal, világítással, még a padló is. A padló is olyan, mint az angol, meg a német klubokban, tudod, hogy a bokád ne, ez a szivacsos. Nagyon-nagyon... Uh-huh. Jó, de amit szeretek, arra soha nem sajnáltam a pénzt. Tehát
akár a lovaim a legjobb zabot ették, ugye? Hát az termi. Nekem aranyom soha nem volt, mert se gyűrű, még egy gyűrűm se volt. Nekem az arany a zab. Bizony. Meg a jó butterfly labda, de ezeket is kapom. Olyan aranyosak tényleg, pláne a statisztikában, hát ott játszott a lányom, meg minden. Kivel játszol manapság? Hát az egyik legfőbb partnerom a Bátorfi Pista. Bátorfi, ugye, Csillának az édesapja. Igen, de az a szörnyű, hogy mert utána jókat eszünk, iszunk, isteni jól főzök, tényleg ritkán mondok ilyet magamról, de nagyon tudok vadat, halat is. Ezek még rendelnek is, hogy most ez legyen. Na, akkor van tele a hócipőm. Képzeld el. Hát azt hiszik, hogy ez egy étterem. Mondom, gyerekek, azt tesznek, amit főz, amit én. És aztán jár, mindenki megfordult már ott a Szalai Pistától, a Jónyer Mariig, mindenki. De nagyon jól érezzük magunkat, és ebbe is van egy ilyen titok. Aztán most hagyjuk abban, mert most megy a Bajnokok Ligája, nézzük a Barcelonát, mert nagy Barcelona drukker vagyok. Viszont. Akkor azt nézitek. Akkor azt nézzük. Most viszont nyár van, 135 ezer fok. Ugye azt mondják a színészetnél nálatok, hogy ez a nyáron vagy uborka szezon, vagy szabadtéri színpadokon fellépés. Igen. Mit csinálsz nyáron? Van 15 előadásom szabadtéri színpadon, különféle darabok, de hát ez csak ilyen, mintha megsózod az ételt. Hál' Istennek élvezem és nyaralok, és vadászom, horgászom, nagyszerű barátaim vannak, ugye csak oda kell menni, és mindenütt, az ország minden megyébe egy-egy helyen van egy kulcsom, ahol akkor megyek, amikor akarok. Ezek mind nagyon jó. Lassan elengedlek, mert tudom, hogy innen török koppányba amúgy mész. Igen, amúgy is felálltam. Most volna, már eleged van, be, tudom, be, este nem érdekes, azért még egy 2-3 percet bírjál ki, légy szíves. Tehát akkor megvan a nyári program is, egy picike kis sózással kis. Na, de azért azt is tudom, és nem véletlenül ülsz itt velem szembe itt nálunk az újpesti stúdióban, hogy jöttök ide, jössz ide Újpestre is játszani. Igen, a Döglöttaknál, a Csurka Döglöttaknál, amit rendeztem. Hát Pesten az az Új Színházban nagy siker, elhozzuk ide is. Itt nagyon szerettem játszani, többször játszottam, már több darabon ment. Nagyon jó közönség van, nem sznob, mer sírni, nevetni, ugye. És utána elkezdődik az ősz, és akkor meg majd rendezem a házmester, Csurka házmester siratóját, amit ugye a Víg Színházban játszottam 30 éve, és nagyon szerettem. Úgyhogy jól érzem magam a bőrömben, vagyok, amíg vagyok, bár 70 fölött az erkölcsök már javulnak, ugye? Gábor, elengedlek, és remélem, hogy sokáig leszel még, nekünk, nekem, és csak annyit tudok mondani, kedves nézőink, hogy én nagyon boldog vagyok, és nagyon jól éreztem magam, hogy Koncz Gáborral beszélgetettem. Hát nagyon remélem, hogy önöknek is tetszett. Köszönöm, hogy itt voltál. Örülök én is.